csávók! Gyauri! Lénárd! Cigi! Yes. Joer Junior! Kósz Milán! Vírus Sipi! Yes. Felus! Csávók! Hölgyek, örök, fiúk, lányok, óriási szeretettel köszöntünk mindenkit! Itt vagyunk! Újra megérkeztünk a csávók! Itt van a negyedik év a csávók! Bátya reggel, hogy fel vagy körülbelül? Hát is kell, és muszáj menni! De vigyázz te is egy kis bört, és akkor te is fölpörössz! Addig bemutatom a brigádot! Változatlan a banda, itt van velünk a Cigi, itt van a Kósz Milán, itt van az öreg Felus. Ki is vagy? Nem, öreg Sipi, Gyauri és a Lénárd. Jó reggel. Köszönöm szépen. Ki aludt 2 óránál többet? Senki. Gyorsan így az elején. Kezdődik az új évad, úgyhogy egy-két nagyon fontos információt meg kell osztani. Itt is akartam mondani. Innentől kezdve ugye minden csütörtökön 17 órakor premier itt a YouTube-on, úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva a Kreator TV csatornájára, akkor iratkozz fel. Hogyha pedig extra tartalmakat szeretnétek hallani, akkor kövessetek minket Instagramon, kövessetek minket TikTokon, illetve a Facebookon is tudtok bennünket lájkolni, úgyhogy fönn vagyunk mindenhol. Eddig gyakoroltad. Nagyon sokáig, hogy a kocsiban tolvasgatok. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy ugye tavaly fantasztikus bulikban vehettünk részt, mint együtt, mint csávok. Idén sem lesz ez másképp. Azt hiszem 8 rendezvényünk lesz vagy az országban, vagy 6. Hadban állapodtunk meg. A lényeg az, hogy nagyon limitált számban lesznek csávok show az országban, úgyhogy mindenképpen kövessetek minket a felületeinket. Egyébként az első buli Szegeden lesz márciusban. Nagyon készüljetek. Volna egy kanapé, 3-on elkezdtünk. Tavaly is ott zaváltunk a piacra reggel, milyen jó volt. De az utcára asszolunk. Ez meg a másik. És nem csak ezért érdemes minket követni az Instagramon, hanem azért is, mert ma megünnepeljük a követőinket, ami egyébként már több mint 28 ezer, úgyhogy ha még nem csatlakoztál hozzánk, akkor most megteheted. De ma átadjuk az irányítást, srácok, a követőinknek. Ziginek a feje orosházat ábrán kívül még nem volt. Várjál, még a múltkor először utazott, amikor Berlinbe mentünk, és azt mondja, hogy van a félszereplő, és picit, ja, figyelj, a felszállás közben már elaludni. A lényeg az, hogy most ti fogjátok irányítani a napunkat, és szerintem fel is kéne tenni az első kérdést, mert hogyha már itt vagyunk a reptéren, hova utazzunk, srácok? Itt vannak a csávok, szevasztok! Hát hogy lennék itt, jó reggelt! Ha valakinek nem tűnne fel, itt vagyunk a budapesti repülőtéren, és egy 10 perc alatt el kellene döntenitek, hogy hova utazzunk. 7 órakor 2 járat indul, Bécs és Róma. Ti döntitek? Bécsben nem szépen. Róma. Jó, szavazatok, 10 perc, köszi! Na srácok, amíg várjuk és nagyon izgulunk, hogy mi lesz az eredmény. Ugye ne felejtjétek el, hogy évad indulás van, újraindul a verseny, mindenki pontokat gyűjthet az évad folyamán, és a végén lesz egy győztes. Olyan vagyok, mint a 2023-as éve, már most elengedtem. Na de hogy mit kapjon a győztes, azt meg írjátok meg nekünk kommentben, és a legjobb kommentet fogjuk megvalósítani. Eltelt a 10 perc. Szűkön ülve várjuk az eredményt. A Rómában nem voltam még, de ennék egy bécsi szeretet. Ezt tudom mondani. Hagyjuk itt a cicsával. Ti irányítjátok a napunkat, úgyhogy minden csak rajtatok múlik. A nyertes 83% a Róma. Gyerekek! Nem tudtok, hol lesz amúgy? Én tudok egy szót. Busz megálló. Rómában van bécsi szelet. És Bécsben van római szelet. Igen, most egy kicsit kicsekkolunk, mert el kell intézzünk minden papírmunkát, meg minden, ami ehhez szükséges. Meg mondjuk jegyet kéne venni. Let's go. Ja. Diákot hoztam. Miért nem voltam soha diák? Na srácok, az van, hogy ti irányítjátok a napunkat. Úgyhogy most kilövöm a következő Insta-sztorit. Szevasztok, gányszok, itt vagyunk a budapesti reptéren, és nem sokára felszállunk a Rómába tartó gépre, amit ti választottatok. És nagyon fontos a következő szavazás méghozzá az, hogy a 4 emberke közül ki az, aki meghívja az egész brigádot, hogy felesse a repülőgépen, jó? Nagyon finom! Kettővel vezetsz fel, és te fogsz fizetni. Amúgy aki szavazott, és miért amúgy kajak őszintén? Miért nem a Sipit szivatjuk?
A Joe erre szavaztatok a legkevesebben. Aranyosak vagytok, én tudjátok, nagyon szeretlek titeket. Itt vagyunk együtt a YouTube-on már évek óta. És Krisztián a randikon is engedi, hogy a csaj fizessen. Miért nem? Igen, van már belet is hozzánk. Már elmúlt, már levet vagy. Már nagyon várom a felesemet. Let's go! Ha már így megszavazták, hogy Rómában vagyunk, volt már innen valaki Rómában? Én igen. Four times! De amikor Rómában voltál, akkor másban is voltál, nem? Volt egy első randim, és azon vettünk egy repjegyet Rómában. Nekem csak az a baj, hogy első randim ez van, akkor mi van a harmadikon? A harmadik randim? Nincs harmadik. Ki mész le? Megyünk is leszokszerűen. Akkor a harmadikon már veszekedés van. Ja, igen. De nekem az érdekel, hogy mi van, ha kiderül, hogy de amúgy mégse jó. Írtam is nektek, hogy szerintem, hogy nem tudom, a csávók csoportban, hogy írtam is. Figyeljétek, tök jó ez a randi, szerintetek megyünk egy napjegyet? Hogy valami ilyesmi. Mindjárt itt izgulok. Jó, izgalmas. Láttam én. Nyerje amúgy. De ezzel nem múlik semmi, csak pénz. Mennyire nagy képű volt. Na, srácok, leszálltunk, itt vagyunk a gép előtt, ebben a pillanatban lezártuk a szavazást. Jöhet az eredmény? 298 szavazattal a Felus, és 296-tal van a Sipi, tehát a Felus fizeti a piacot. Szóval én beszéltem infóval venni az italokat, megünnepeljük azt, hogy Rómába vezet az út. Igen. Így van, minden út Rómába vezet. Igen. Tartsatok velünk, ti ne egyétek alkoholt, hogyha nem múltatok el 18 évesek, elmúltatok 18 évesek, nyugodtan ígyatok alkoholt, de ígyatok sok vizet is mellé. Anya, iszom már! És akkor 7 darab vodkát kérnék, szóval megkérhetek egy... 7? 7-eseget. 3? Akkor itt 7-es volt, 49 euró és 50 cent. JJ. Nagyon rendes vagy, Felus, köszönöm szépen. Basszátok meg. Vodka. Miért nem whisky? Köszönjük szépen. Mi bár köszönjük. Már vártunk. Itt kell a hírnek le kell csinálni. Hanusszán. Egészség. Feluskán köszönjük, egészséget. Egi. Jó. Kata gyerekek. Egészség. Mondanak, így járnak dolgozni, csak mondom. Mi? Tudjátok, hogy én mindig nem bírom. Már is jobban érsz a magam. 7.54. Nyomod. Szevasztok, srácok, megérkeztünk. Joel Junior vagyok 2.0. Itt vagyunk Rómában a reptéren. Jövünk befele. Nagyon szuper. Hogy taxival vagy vonattal menjünk. Vonattal! Én nagyon rég ütem vonaton, én remélem, hogy az lesz. Tudom, hogy vonat lesz, de... Milán, biztos vagy benne, hogy te vonatra szevasz lenni. Kényelmesen vonat tudod. 72%? Vonat. Vonat. Hogy nem ez? Ez az. Messze van amúgy? Fél óra. 50 kilométer körül van. De azért jó, hogy vonattal megyünk, mert már csinál? Majdnem sinem vagyunk. Mit csinálsz? Miért későre vagy? Na, akkor irány a vonat. Let's go! Aludjunk ma, vagy menjünk haza vonattal. Szóval szavazzátok meg, hogy tesóm itt beszél a hangos bemondóba, viszont szavazzátok meg, hogy hogy érzed magam? Sziasztok, nagyon pangó, nagyon cigiztem kell, kétszerűen nem cigiztem, leszálltunk a repülőről, mindjárt megszavaztatjuk azt, hogy egy szálláson alszunk itt Rómába, vagy hazarepülünk a 7 órásival, kiderül a reklám után. Köszönjük szépen! Na végre! Leszálltunk a vonatról, végre el is dőlt, hogy ugye maradunk, vagy pedig hazarepülünk, és nem, az a válasz, hogy maradunk, nyilván Airbnb. Ez nyilván elég egyértelmű volt, hogy maradunk, úgyhogy gyorsan a vonaton foglaltunk egy Airbnb-t, mivel mindenki táskával van, ezért most elmegyünk a szállásra, levekjük a cuccokat, de előtte eszünk egyet. És megabunk egy maninit. Azt kéne kitalálni, hogy utána mivel jutunk el a szállásra, mert 40 perc innen. Felülünk a buszra, elmegyünk a Piazza Navonáig, és onnan kb. 8 perc sétált a hídon, és csörd. Te itt laksz, vagy mi van veled? Hát ne egyébként jövünk. Apám itt lakott, és én vágom, mert én itt lakott Pateron? Aha. Szóval akkor menjünk Sipi után, jobbat nem tudok.
felfogtátok, hogy itt vagyunk egy csütörtöki napon Rómában? És veletek mi újság? Azért srácok, nem azért a 2 forintért, de csopak is strandról, csak eljutottunk még Rómába is. Sziasztok srácok, megjöttünk a szállásra, üdvözlök itt mindenkit, de viszont nem pihenni jöttünk, hanem van nagyon fontos feladatunk, megyünk a városba, később majd megtudtok mindent, viszont valakinek a forgatásig Mikulás ruhába kell lennie. Ááááá, hagyjál már, ne! Nem akarom, hagyj! Viszont tovább, egyszer eljön Rómába is, ebben a szarba kell legyen. Aki itt áll a jobb oldalon, abból lehet válaszolni. Nézzük ki van itt, Sipi, Cigi, Joel Junior, vagy Lélár. És Gyauri. Nem mondom, csak négyet lehet. Nem mondom, hogy kire szavazatok be. Sipi. Miért én? Izgultok, Mikulások? Én életemben először vagyok Rómában, hogy ezt Mikulás ruhába kell végiggyomlani, én nem tudom, mit csinálok. Jól áll, jól áll. Azt kívánom, hogy válj a szemed színéhez. Minden nap karácsony. Én is megvettem a vodkákat, szóval... Egész évig játszottam a Last Christmas, most már... Nekem ez belefér. Megérdemel. Jól néznek ki egy virgáccsal. Na, hogy srácok, egy utolsó frissítés, és akkor lezárom, jó? És a Mikulás ruha pedig megérkezett az eredmény. Ne. Várjunk még egy picit, mert döntetlen. Ne! 5, 4, 3, 2, 1. Új, na nézzük. Nehogy döntetlen legyen, basszak lesz. Nem az, jó, most nem az. Jó, és te egyetlen egy szavazat. Jó, lezárom. Te lettél az utolsó 850.006 szavazattal. Nem örültem még ennyire utolsó. Ennyien nézik, amúgy szörgött. Jó, harmadik helyen, öreg Léni. Nem! És akkor egyetlen egy szavazat döntött köztetek. És a Mikulás mondom, jó? Felkészül a Sipi. Hát ez ilyen. Csak hogy a minőséget így átadjuk, mennyibe került Milán ez a 990 forint. Amúgy csodálkozom, hogy van ennyiért még bármi. Így úgy néz ki, mint egy visszavonult boxról, nem a kiömbeldese. Tényleg. Na gyerekek, ránk sötétedik, úgyhogy vegyük be a várost, irány Roma City. A nézők azt szavazták meg, hogy balra indulunk, úgyhogy... Merre? Mindegy, induljunk el balra, és nézzük meg Róma revezetességeit, ahol mindenkire vár majd egy-egy feladat, de mindent a maga idejében, úgyhogy srácok, már. Egy nagyon gizda montázs, bye Csenki Zoli, most indul, ciao. Gyerünk! Bonnatale! Ezek ilyen nagyok? Srácok, lányok, el is érkeztünk az első igazi megmérettetéshez, mert hogy ugye a negyedik évadban is pontokat lehet szerezni, és mégiscsak egy versenyen vagyunk, eddig gyönyörködtünk Rómában, de itt az idő, hogy Sipi miután beöltözött Mikulásnak, el is vigye az első feladatot, ezt. Köszönöm szépen. Eurót is elfogadsz? Szigit, légy szíves, gyere ide. Sziasztok, én vagyok a Zsák. Igen, van itt egy gyönyörű dorkó kabátunk, láthatjátok. Gyere, és ebben vannak különböző feladatok. Sipi, megkérnélek téged, hogy húz egyet. Nézd bele a kamerába, és olvasd fel hangosan, hogy mit kell neked itt teljesítened. Na nézzük, srácok! Tegyél a füledbe AirPodsot, és a többi csávó indít neked zenét. Helyezkedj el egy forgalmas helyen, a követők pedig eldöntik, hogy énekelj teli torokból, vagy pedig önfeledten táncolj. Szétadom! Nem fog neked! Bár akkor mi a kérdés, hogy mit kell csinálni? Az a lényeg, hogy egy zenét énekeljek rohadt hangosan, vagy pedig önfeledten táncoljak, ezt szavazzátok meg. Skacok, megszavaztátok, Sipinek énekelnie kell, úgyhogy mi messziről fogjuk figyelni, de ti már ezt a közeli kamerát látjátok róla. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy innen messziről halljuk el. Mi lesz Sipi? Az első szám? Mi legyen az első szám? Te indítod? Mariah Carey, Duran Csipod. Persze, egy All I Want For Christmas, januárban, napsütésben. Na nézzük Sipit. Kíváncsi vagyok, hogy mi fogja. I don't want a lot for Christmas. Jó, ez nem úgy jó. There is just one thing I need. És
I don't care about her presents underneath the Christmas tree. Senki nem olyan. Kikerülik az emberek. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want. Hogy ilyenkor úgy ez a tánc, hogy jól hallhatja amúgy magát? Ez most neked a tánc, vagy az ének? I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Hagyjuk már itt. Annyira jó, hogy ezt nem én húztam. Az a legrosszabb. Próbálj bemondni az embereket, és kikerüli. Hát ebből nem érne meg szalítani. Már ott megy fotózni hozzá. Úristen! Közös ki! Közös ki! Ne csinálj ezt! Jó, tápsoljuk meg Sipit! Megadtuk a pontot! Megadtuk a pontot! Kaptad a pontot! Ez passzol! Mission complete! Annyi, hogy yes, végig nagyon kellemetlenül éreztem magam. Ami észedet ilyen kellemetlenül éreztem magam. Egyrészt be volt fővel a seggem közben, hát szörnyű volt tényleg az a ruha, a legműszálasabb fos. És mindenki nézett közben, az öreg néni ilyen teljesen így zavarva volt, de nem tudom, nem tudott mit tenni. Tetszettél neki? Én annyira féltem, hogy ránk hívják emiatt a rendőröket, hogy a Felussal, meg a Lénárda, meg a Joe-val átjöttünk inkább ide előre, átjöttünk az út másikra, viszont a Lénár meg a Jóri előre ment, kért ki 7 darab sátot, hogy megalapozzuk a hangulatot. Na, ez már tetszik! Ez a repülőgép óta nem ittunk, ami megyünk már tovább. Volt, nem tudom, 5 órája? Így van. Úgyhogy, ígyunk egy sátot! Let's go! Szevasztok, üdvözlünk mindenkit Rómából. Éppen a Jóri megállt az ajándékot, a szuvenírt venni otthonra. Már jön. Szívassuk meg! A következő feladat az, hogy a következő zebránál ki az, aki pókjárásban menjen át. Mondom a neveket. Jóri, Jóri. Megvan, Jó! Ez jó, ez tetszik. Jó. Király. Ez 40%. Jó, kétharmad, amúgy más van. Appa! Lénár in the house! A felállás ugyanaz, cigarettaszépen megfordul. Itt látod benne a jó kis feladatokat. Nem látszik a szponzi. Keres egy szemét, és hívd meg egy sült gesztenyére. Vagy hotdogra. Kérdés, hogy egy hölgyet, vagy egy úriembert keresse. Ez easy. Ez nem úgy egyértelmű, nem? Legyen egy úriember. Egy 5 percet, adunk rá. Csaj. Hogy tudnék már angolul? Hogy is? Akkor az jó lesz. Annyi hülyeség van a fejemben most. Az a kérdés, hogy egy hölgyet, vagy egy úriembert hívjak meg, sülgesz a nyére ezen a szép római téren. Bemagoltam előre, fönt a WC-n. Hi, my name is Leonard. I would like to you wine. Nagyon szeretem. Hi, I'm wine. Hát bohaz, azt akkora kommenteket fogok kapni. Hát hölgyeim és uraim, ez eldőlt, apa megint csajozik, megint megmutatja. Erre a Szegedi kormány. És sok sikert kívánok. Sült gesztenye, hol van? Egy koresz? Roasted chestnut. Honnan van ilyen? Adjál már egy koresz. Listen and repeat. Na, bász the newspaper, úgy kezdje be. Papa, óra indul, 15 perc, hajrá! Na gyerekek, én nem tudok angolul, se olaszul, viszont határozott leszek. Imádom a csávot. Ez a lényeg, hogy stop the torch movement, álljon meg a fáklyás menet. Na! Igen, az van, hogy én arra gondoltam, hogy nem egy fiatal csajt fogok meghívni, hanem egy idős hölgyet. Arra gondoltam. Ott teszi a salátát a kút másik oldalán. Elölfehér hajú oldalt meg szőkés. Nem, 10x4, tesó, 10x4. Jó, látom. Na. Sorry, lady. Can you speak English? Just a little bit. Oh, so we are the same scent.
We are the same sleep. I have a boy band from Hungary, and I have a mission. As a big job. Search a wonderful girl in this place, and I think you is it. And I would like you. Tessék, kérdezd meg, hogy odaadhatod a kezébe, hogy can I give you a hand job? Azt kérdezd. Can I you eat this sweetie? I pay. I pay. Thank you. Come on. No, come on. For your husband? No. Okay, we have a 5 minutes. Okay, come on. No, I can. This is a very, very special mission for me. Why I can't sleep anywhere. Térdelj le, csókod meg a kezét. Megcsinálja. Jó, okay. Come on, please. Okay, sorry. Grazie, sorry. Gyere vissza felénk, itt a kútnál, ott ül feketébe a csaj. Hogyha most picit pont egyenesen felénk jönnél. Szét fognak szedni kommentben, nem akarom ezt. Menni fognak. Okay. Can I sit with you? Nagyon jó. Már felfigyelt rá. Az. Oh, you are wonderful. Mi újság? Ez a newspaper. Can I ask to you? I learn English in this very special place. Can I ask? Egy tolmácsi szerződés. Teljesen vakon van az ember. And I have a question. What's the newspaper? Do you want to eat with me? No. Do you want to eat with me? No, sorry. Eat with me nuts. Two big nuts. Okay. He is my friends. Forduljunk el, valahol. Forduljunk. Can you give you? No, I have a mission, sorry. Yes. I have a mission. I would like to... Peanut. Just a second, please. Mi volt a kesztenye? Hogy meg lehet, ez most lehet, hogy meg lesz még neki. Roasted chestnut. Just a second, okay. Cheese. Okay. I would Sütgesztenye. We say in Hungarian, in Hungary, Sütgesztenye, roasted chestnut. Would you like to eat with me? I pay. You're very nice. Rázzá fejét. You're very nice, but sorry. I'm just having to go to some monuments and I have timelines and wow. Oh no. You give me a red flag? No? Sorry? This is a... okay. Would you like to come with me? Okay, thank you. Can you give me a kiss? No. No? Okay, bye. Bye. Ki lett a bofóba, tesó? Ó, szávos, mukambuk el, kinter kommandos le! Igen, amúgy ez vigyük. Vegyen egy sürgesztényt is adjon. Igen, vagy ott szólíts meg valakit, amelyik előbb jön. Ja. És mondd neki azt, hogy meghívhatod-e bármire. Can I invite you to... Egyetlen bármi az a sürgesztény. This food. Only this food. Can you touch my nuts? Lerakta. Thank you. Nagyon nagy. Megveszi a léni. Egy percet egy perc. Van. Mondd azt, hogy kevés időd van. My cock is hard. sorry. Ciao. Tu sei la mia ultima possibilità. Sei una bella donna. Accetta questa castagna da me. Grazie.
Sorry. It's ajándék for you. Please. Are you an Italian? Sorry. No. No. Hát, oké. Okay. Are you an Italian? No. No. Oké. Okay. Ez egy nulla pont. Na gyere vissza! Nulla. Lejárt az idő, sajnos. Ezt nem adhatjuk meg. Hát, Potter. Ezt tudod, hogy hívják? Időn túli teljesítés. De én éreztem, hogy benne volt minden kókusz. Igen. Azt mondtam, hogy eljövünk Rómában, nagyon jó lesz, na, szép a város, gyűrök a nők. Ügyes voltam, megoldottad, csak nem jár érte pont. Én nagyon akartam egyébként. Ezt éreztük. De én imádtam. Tapshoz jár, tapshoz. Imádni fognak lényeg. Ha valaki tud angolt, hát kérlek segíts minket. Na jó, gyere, megkérdezzük. Mit néztél? Sorry, can I ask you again? My friend is very dumb. Sorry. So, gastanya in Italian is gastanya too. Yeah, yeah. No. Yeah. Chestnut, English. In English? Chestnut. Guess what? Chestnut. Chestnut. Italian gastanya. Gastanya. Ah, thank you. Have a nice day. Erre voltam ráfeszülve fél órán keresztül. Yes, yes. Teljes nyelvi csőd tömege vagyunk, úgyhogy megyünk tovább, gyerekek. Let's go. Csámokáig megérkeztünk a következő helyszíne, mögöttünk látható a Pantheon. Sipi, mikor építették? 2000 évvel ezelőtt épne! Köszönjük na szépen, jó, tanár úr! És az a helyzet... Krisztus után 23-ban, akkor születtem. Az a helyzet, srácok, hogy ennek az epizódnak most vége van, ezt most le kell zárni. Ki kell köszönjünk tőletek? Nagyon szégyellem magam. Túl vagyunk két feladaton, egy sikeresen és egy sikertelenen sajnos. Tehát két feladaton már túl vagyunk, a maradék ötöt egy hét múlva megtudhatjátok. Úgyhogy kövessetek minket mindenhol, Instán, TikTokon, very safe girls, how are you? We are Hungarian, of course. A csávok támadnak Rómába, egy hét múlva találkozunk, szevasztok! Csávók!